Szevasztok, szevasztok, köszöntelek itt a Konzolok Szerzse csatornán, a Mester vagyok, és képzeljétek el, hogy kaptam egy olyan terméket, amit hazánk fiai gyártanak, tehát a magyar fülbe, a magyar headset, ez lesz a mai videónak a címe. Lehet. Lehet, hogy nem. Na most, ha jött a múltkor egy csömeg, jött a múltkor egy csomag, és volt benne egy Avax márkájú fülhallgató, így hirtelen, hát mondom, mi a, de hogy miért? És utána néztem, hogy mi ez az Avax. Egyébként ott van hátul az a szép lánya a weboldaluk, és hogyha rámentek avax.store-ra, tehát az Avax weboldalára, akkor láthatjátok, hogy a kiemelt partnerek közt bizony ott vagyunk, mint Konzolok Szervize, úgyhogy kiemelt partnerek vagyunk, kérem szépen. Egy magyar cég gyártja, kettő darab termékük van, ez az Avax AirTreat Hi-Res Triple, illetve van egy ugyanilyen, ami USB Type-C-s. Na most én szerettem volna egy olyan headsetet, amit tudok használni minden konzolomhoz. Hiszen az összes konzol jackes kivéve, hát a Nintendo Switch-hez lehet ugye Type-C-t is csatlakoztatni, teljesen mindegy. Ezt kaptam, és ez mindegyikhez jó. Miért jó mindegyikhez, és mit jelent ez a Triple Take? Triple Take here, level 2. Na most, az van, hogy ez egy ilyen három kamrás kis füles. Az azt jelenti, hogy minden hangszínnek, vagy hangtartománynak, ugye magas, mély, középnek, hogy mondjam ezt nektek? Tehát egy hangfal akkor jó hangfal, illetve tehát akkor teljes érték, hogyha három utas, ezt úgy szokták mondani, három utas, tehát van külön sugárzója van a mélynek, a magasnak, meg a középnek. Általában ugye az ilyen gagyi kis vackók, azok csak közepet nyomnak, vagy csak közepet, meg magasat nyomnak, ezek a két utasok. És akkor ebbe viszont a három utas, na most javítsatok ki a tévedek, de szerintem ez lesz a titka, hogy a három utat azt úgy, a három utas hangfalat úgy kicsinyítik le a füledbe, hogy három kamrát kap, három ilyen kis légkamrát kap a hangsugárzó. Megnézzük, jó? De hát szerintem ugye ez van. Ki is tudom nyitni, látod? Kinyitom, akkor látom, hogy van egy kis kezelőfelület neki. Itt a madzagján tudsz léptetni, meg hangerőt szabályozni. Léptetni nem is tud, de tudod. Tudod léptetni, meg hangerőt szabályozni, meg tudod állítani a zenét. És hogy ez egy 3,5-es jack dugós, mégpedig, na majd meglátjuk, hogy hány pólusú, de nyilván látom, hogy 4 pólusú jack, tehát jó lesz, ugye mikrofon, és ugye a hang, tehát jó lesz a konzolokhoz. Compatible with telefon, tablet, gateway. Ugye, ámítógép. Így néz ki egyébként kinyitva, teljesen jó. Na, nyissuk ki, mert kíváncsi vagyok ám rá. Csak hogy mivel fogom kinyitni, arra az nem készültünk, de szerintem nem lesz gond, mert nagyon ügyesen be van csomagolva, hogy szerintem ezt az ujjammal szépen ki fogom nyitni. Úgyhogy meglepő, hogy egy magyar szereplő a piacon olyan jó áru headsetet és jó minőségben tol ide nekünk, hogy hihetetlen. Legalábbis ahogy én olvastam a vásárlói véleményeket, illetve más már csinált róla videót, azt hiszem, hogy a Balázsnál láttam, az anonim Balázsnál láttam, hogy ő csinált róla a videót, nála ott volt mind a kettő, nézzétek meg a másikat is. Kapunk hozzá egy ilyen kis szövetet. El tudod tenni, tudod vinni, kulturáltan, érted? Kulturáltan, nem begyűröd a zsebedbe, kapsz táskát. Nagyszerű, örülünk neki. Hát ez a műanyag, ez fekete pont, ezt én így nem nagyon szeretem. Oho, ho 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 ho, na nézd, pattintsuk már ki. Mert itt azért várjál, itt azért álljunk meg egy szóra. Hogy ez? Hogy ez? Ez a kábel. Hogy ez hogy néz ki? Hogy ez jól néz ki? Nézd már. Hú. Hát azért volt már neked is biztos sok fülhallgatód, meg biztos, hogy ment már egy csomó tönkre, meg így széthullott, meg... Hát ez ilyen olyan, mint a sodorva lenne. De nem. De.
De nem, de, olyan, mint a sodorva lenne, de nem, nincs sodorva, szerintem csak egy minta. Na mindegy, nagyon vastag, és olyan, hát ez szerintem ez... Szerintem ez nem gubancolódik úgy össze. Aha, na. Left, right. Aki azt hitte, hogy három van benne, és egyet a szájába kell venni, az rosszul gondolta, és akkor hát, van hozzá egy ilyen kis használati útmutató, nézzük már meg, mit mondanak. User manual, használati útmutatás, AVAX LP 330, 340, azt mondja, hogy... Jó, ne lepődjél meg, az van ráírva, hogy ne lepődjél meg, hogyha a gumiharang egy picit nyomja a füled, ez teljesen természetes, mert utána meg formára áll, meg az van, hogy ugye ne gyújtsd föl, és akkor kapunk újat. Na, nem tudom, hogy mennyire látszik, tehát, hogy ezek nem egy... Hát ilyet én még, hát nyilván láttam már azért sok minden, de azért erről beszéljünk már majd külön, hogy ez hogy van. Hogy ezt hogy minkor az alien belekapaszkodik a füledbe, akkor hogy ez olyan. De hogy? Hát elég fura. Hát úgy érzem magam, mint valami... Ó, várj már! Aha, egy picit igen nyom. És jó. Na kérem szépen! Na most már csak annyi maradt hátra, hogy megnézzük, hogy a konzolokhoz jó-e. És ez egyébként először a PlayStation 4-et vesszük elő, és most bunkó módon hátat fordítok nektek. Ugye van rajta jack, tehát a kontrollerbe dugjuk bele, a TV-ben nyilván jó. Távirányító is kell. Na mindegy, teljesen mindegy, hogy mi megy, mert ott van hátul a PS4. Aha, hát nyilván hallom, tehát nem erről van szó, tehát hallom. Nézzünk egy... Hát ezt, igen, ezt lehetett volna jobban is. Nem ezt szeretnénk, hanem... Ugye azt szeretném most megnézni, de ide oldalt fordulok, nézed így kultúrát. Azt szeretném megnézni, hogy... Hangerő szabályozó, hangszabályozó vezérlő, kimenet, mikrofon szint. Hoppá! Tehát, az van, hogy lehet hallani. Lehet hallani, itt a mikrofon, és működik a PlayStation 4-jel. Látod? Látod, hogy működik? Működik. Na most várjál. Mert megpróbálom úgy csinálni, hogy jó legyen. Szóval az van, hogy a headset PlayStation 4-en működik. Na most mondhatnád, hogy de hát de nekem van, mert nekem is van, nagy headsetem a PlayStation 4-hez, meg minden, feküdj le az ágyba, és nekem akkor tudatosult bennem az, hogy kell egy olyan headset, ami kényelmes, nem telefonos, mert már USB Type-C-s telefonom van, nem tudom hozzá csatlakoztatni, nem valami gagyi, hanem ami jól szól, és mondjuk hallom is, amit mondanak, meg hallom a játék hangját, meg tényleg ez a három. Mindjárt nézzünk egy játékot. Jóvá tettem a kontrollert. No, közben mondom nektek, hogy kipróbáljuk mindjárt a Horizon Zero Dawn-nal ezt a kis headsetet, hogy halljuk is a hangját. Na most, ahogy mondtam, tehát, hogy próbálj meg lefeküdni a nagy headsetedbe, amit mondjuk PC-hez használsz, vagy de mondjuk jackes, és akkor be tudod dugni, és akkor mindjárt rájössz, hogy hoppá,
hoppá, kényelmes, nem tudsz benne feküdni, nem tudod a párnát a fejed mögé rakni. Én tudom, próbáltam, tehát nem arról van szó, itt a Fusion 300-am, jackes, USB-s, tehát... Na most a játék hangját itt az arcomon fogod látni, mert annak semmi értelme nincs, hogy... Doktor úr, sohajtson, mélyet. Ennek semmi értelme nincsen. Azt tudod, hogy belekapaszkodott a fülembe. Egyébként kapunk hozzá... 1-2... két párnyi ilyet, és ha valaki annyira nem tűri ezt a kis fityegőt itt, akkor neki van normál füldugasz. Ugye az van, hogy a PlayStation 4-en lehet állítani a... lehet állítani a hangját. Kimenet a fülhallgatóhoz. Tehát az összes hangot lehet állítani. Remélem közben betöltődik. Egy alumínium házas fülhallgatóról beszélünk, amiben 10 mm-es hangsugárzók vannak, és ez van megtámogatva ezzel a három légkamrás technológiával, amit ugye mondtam, ez a három utas dolgot imitálja, és most amit hallok. Tehát, hogy tényleg nagyon túlzásnak fog hangzani, de felér egy nagy fülessel, és komolyan mondom, hogy tehát a sztereó gyönyörű szépen szól, ugye extra basszus van benne ez a kamerákkal, és így... És így, hát élettel teli, inkább azt tudnám mondani, hogy élettel teli a hangzás. És szól a zene, gyönyörű zene van egyébként Horizon Zero Dawn-ban. Ó, gyerekek! Hát így nem hallasz. 10.000 forint alatti headsetet, 10.000 forint alatt, írd és mondd, hogy 10.000 forint alatt van, meg tudod nézni, link a leírásba, és már is csapjál le egyre, de komolyan mondom. Ugye, hogy nagyon széles a tartománya, mert hogy 40 kHz-ig megy, ugye ez a high-res sound, ez a high-res, nagy tartományú, nagy felbontású hang, ugye. És hogyha valakinek ugye nagyon jó a füle erre, mert vannak azok, akiknek teljesen mindegy milyen headset, a mély orientált gamer headset a legjobb, vannak, és ezzel nincsen probléma, és vannak olyanok, akiknek ugye muzikálisabb a füle is, neki ez nem jó, hát ebben nem fog csalódni. Avax, magyarok gyártják a világnak. Megint adunk valamit a világnak, és megint olcsón adjuk, gyerekek. Tehát, hogy most mondom, hogy értem én, hogy nagyon jó terméket akarnak adni, de ezt mondjuk az Apple csinálja az 50. De jó, nyilván nem, de nem, azért nem, de 20 biztos. 2 év garancia. 3 pár szilikonfül, fülbenyomós cucc van, sima. Meg 3 pár kampós végű Edward. Meg van ugye a kis szatyor. Azt kell mondjam, hogy betesszük a switchet. Nyilván a PS4-en működik mindennel. Tehát Xbox-a is ugyanígy működik. Na most azért nagyon durván fogom mutatni a switchet, így... Az aszfalt 9-et fogom elindítani, és akkor hallani fogod, hogy hú. Alapvetően a switchhez nem adnak ilyen fülest.
Vehetsz mindenféle starter kitet, ahhoz van, de... Hát... Olyan is, hogy van. Van, hallod a játékot, de nem airtrade, tehát nem kényezteti a füledet, hidd el. Hidd el nekem, hogy nem kényezteti a füledet. Hidd el, hogy én már hallottam jó pár headsetet. Kicsit is, nagyot is. Ezt nem hiszem el komolyan. Discover, jaj, ez az. Hallod? Figyelj, hát én mindent megteszek. Na most azt hallod, hogy hangos. Jó, figyelj, az van, hogy... Hogy az van, hogy est... Na mindegy, link a leírásban, nézd meg. Én ezt megtartom, tehát már nyilvánvalóan nem fogom visszaküldeni, hiszen benne volt a fülembe. És ez nem higiénikus. Na mindegy, szóval. Hát mondjuk ki, amit ki kell mondani. Régen. De azért van még ma is egy olyan réteg, aki azt mondja, ami magyar, az nem lehet jó, mert a magyar film is szar, meg a magyar utak is szarok, és a magyar tévé is szar. A Suzuki meg a mi autónk, azt így gyártották, az jó. Úgyhogy azért kezd ez itt átalakulni, és az Argóra azért nem mondhatod, hogy rossz film. Egyikre se. Mert azt mondod akkor, na, hát azért, na, azért van egy határ. És az van, hogy ezek a srácok most egy olyan fülhallgatót, headsetet raktak le az asztalra, nagyon-nagyon pénztárca barátan, mert ez a te pénztárcádra van szabva, meg az enyémre, meg az átlag emberére, nem csilliárd pénzért, amit ahogy a válfára fő tudsz akasztani, aminek a kábele, tehát nem fog elszakadni, meg nem lesz vele semmi, hanem gyönyörű szépen, tessék itt van, alumíniumház, és nem az a műanyag, hanem fém, ez nem hullik szét, tehát az benne a jó, hogy nézd, hogy ez nem hullik szét, tehát nem tudom megmutatni közel, mert nagyon pici, de majd lesznek közeliek róla, tehát ez nem fog széthullani, ez van, hogy ez nem fog széthullani, és látod, hogy hát ez, megmondom, tudod mi ez? Varázslat. Ez, amit itt műveltek, ez egyszerűen varázslat, ami itt történt. Ez egyszerűen varázslat. Mondom neked, hogy ez egy varázslat. No, köszönöm szépen, ha itt voltál, megnézted. Ha megtetszett a termék, akkor link a leírásban, illetve mindenféleképpen nagy dicséret tehát nagy dicséret jár a gyártónak, mert hát amit itt leműveltek ezzel, tényleg airtreat. Tehát, hogy tényleg a fülednek egy kényelmes és nagyon... Na mindegy, nekem nagyon tetszett, ennyi. Én meglepő volt az élmény, amit adott, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyugodtan bármelyik konzol szerez be, szevasztok, vele lejár a felvétel, csá! Te azt hitted, hogy nem tudom újraindítani? Szóval, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, aztán kommenteld be, hogy vettél-e. Jó, hogy mit szóltál az árához? És hogyha esetleg már van, néhány helyen már lehet kapni, ez egy új termék, ez idei, very új. Úgyhogy mindenféleképpen nézd meg, aztán, tehát van Type-C-s is, tudod telefonokkal is használni, ezt is tudod telefonokkal használni, beszélni lehet nyugodtan, de mivel konzolos csatorna vagyunk, így inkább erre voltam kíváncsi, mert telefonokkal is biztos megy. Na, szevasztok!